A hírek világa után ismét a stúdióból folytatjuk témáinkat. Ilyenkor úgy szoktam kezdeni az első mondatot, hogy akikre büszkék vagyunk, és akkor most bemutatnám, hogy éppen most akikre büszkék vagyunk, az Jakus Ágnes, kommunikáció magyar szakos hallgató, Acél Petra tanárnő a kommunikáció tanszékről, és Bokor Ágnes, kommunikáció német szakos hallgató, akikre azért vagyunk büszkék, mert Jakus Ági második helyezett lett, Bokor Ági pedig külön díjas lett a Kossuth Lajos szónok versenyen. Tanárnő, mit kell tudnunk erről a szónok versenyről? Idén most már 8. alkalommal rendezték meg, ez egy országos főiskolásoknak és egyetemistáknak szóló versengés, amelyet az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke indított útjára annak idején. Valóban azzal a céllal, hogy egyfelől a retorikával, a szónoklással kicsit közelebb kapcsolatba kerüljön a szakma, tehát ezt a rendezvényt megelőzi egy rövid konferencia, és utána pedig a hallgatók azon túl, hogy verseket mondanak, meg szép a kiejtésük, egy kicsit a saját véleményeket, gondolataikat közéleti módon a többiek számára elmondják. Úgyhogy ez egy kétfordulós verseny, amelyben az első egy előkészített beszéd, már otthon előkészítheti, tehát ez ismert már a kiírás alapján a téma, amiben meg kell írnia. Ezt kívülről elmondja az első fordulóban, és a másik forduló izgalmasabb egy kicsit, mert ott kap helyben témát, amit ki kell dolgozni a rövid idő alatt, és elő kell adni a zsűri előtt. Lányok, milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki jó szónak legyen? Mit kell tudnia? Mindenek előtt szerintem bizonyos ambíciókkal kell rendelkezni hozzá. Vélemény kinyilvánítási igénnyel az emberek felé. Azon kívül nem árt egy kis elméleti háttér, érdeklődés, szeretet a retorika iránt. Másik Ági, mit tenne ehhez hozzá? Nem igazán tudnék hozzá semmit tenni, mert gyakorlatilag én is ezt gondolom az egészről. És hát szeretni és nem félni, kiállni, elmondani a véleményünket, ezt még talán hozzá tenni. Miért jelentkezik valaki szónok versenyre? Mi vonza ebbe? Mi az izgalma ennek? Pont ez, amit elmondtunk, ami kell hozzá, hogy saját vélemény kinyilvánítása. Kihívás, mindenképpen kihívás, úgy gondolom. Hát Acél Petra tanárnőnek az invitálása. Tanárnő kihívása? De kihívása. Igen. Tanárnő egyébként benne volt a zsűribe is. Igen. Mi volt a vélemény a színvonalról, a fölhozatalról? Hát olyan szerencsésnek mondható magam, hogy a szervezésében is benne vagyok ennek a versenynek, mert most már évek óta a zsűriében is. És össze lehet hasonlítani, mindig előző évekhez hasonlítjuk. És amit az előbb nem mondtam, hogy is vannak határon túlról is versenyzők, határon túli egyetemekről is. Sőt, most már 2 éve vannak középiskolásaink is, és ez a kép nagyon színes. Tehát, hogy mi a benyomásunk? Egyfelől az, hogy egyre gyakrabban szereznek díjakat a középiskolások, akik ilyen versenydíjasokként jönnek. Tehát van egy olyan benyomásunk, hogy valami történik a diákokkal, középiskolás és felsőoktatás között. A teljességnek az érzését egy kicsit elvesztik, és sokan egy-egy témát csak részben közelítenek meg. A másik, hogy a határon túliak általában nagyobb erejű mondani valóval jönnek. Mindig többet akarnak mondani, mint a magyarországi magyar hallgatók, és végül de nem tudom, sosorban sok múlik a témám. Az idei téma nagyon filozófikus volt. Az volt a címe, hogy minden órádnak leszakaszt virágát, élj az idővel. A Berzsenyi idézet. És ez egy fokkal nehezebb téma volt, mint a tavalyi, hogy milyen legyen egy nő. Tehát ugye mindig a témán is múlik. Én azt gondolom, hogy a mi indulóink nagyon jól fogták meg. Tehát egyén ilyen, ugye minden ilyen témának az a baja, hogy nem egy, tehát úgy állok hozzá, mint a disszertálni szeretnék róla, holott ahhoz nincsenek meg a képességeim. Egyén ilyen saját véleményt mondva, és a retorika készletét, eszközét működtet fel. Zsűrinél mi esik ilyenkor nagyobb súllyal alatba a szép kiejtése, a fogalmazása, a szónoki megnyilvánulása? Talán meglepő, a legkevésbé sem a szép kiejtés, mert a retorika a karizmatikus szónokról szól, akinek lehet ilyen vagy olyan beszédhibája az elején, hogy azt a pillanatot átmelegítse, átforrósítsa, és az üzenetet átvigye. Ami latba esik, az a gondolat eredetisége. A téma megragadásának egyéni mi volt, annak a módnak a végigvitele, tehát hogy annak legyen valóban egy szerkezeti kimenete, tehát én lássam kifejlődni, létrejönni, és bizonyítva azt a gondolatot. És végül nyilván az előadás mód.
Volt is a zsűrin belül mindig van vita, hogy a zsűri férfi tagja mindig fiúkat akarnak nagyon felpontozni, mert hogy van egy olyan hagyományos kép, különösen Magyarországon, hogy a jószónok férfi. Na hát ezt van szerencsém megcáfolni. Ezt többszörösen tapasztalhatjuk, hogy nagyon jó szónokok. Így van. Azt hiszem meglepetéssel hallom, hogy a szép kiejtés, a nyelv használat ebben nem esik komoly súllyal latba, mert... Félreértett, latba esik, és komolyan, de nem ez, tehát ez mint valaminek a szolgálója esik latba. Adott esetben nem, önmagában nem, tehát ez nem szép kiejtési verseny, nem is nyelvművelő verseny. Ami nem zárja ki, hogy olyan célokat is szolgál, tehát mindig a nyerteseinknél valóban értékeljük azt, hogy szépen artikulál, helyesen, gyönyörködtetően használ az anyanyelvét. Különösen ezért sok határon túli díjazottunk is van, ami érthető, nyilván tudjuk, miről beszélünk, de ez csak mint szolgáló leánya a gondolatnak. Egyébként ezzel együtt én nagyon örömmel hallom ezt a versenyt, meg hogy pont a mi főiskolánkról vannak díjazott hallgatóink, mert én nekem mindig az jut ilyenkor eszembe, hogy a szép emlékű Montág Imre tanár úr mindig azt mondta, hogy az angliai egyetemeken, és itt nem a tanári egyetemet, nem az előadó művész egyetemet, hanem az egyetemet mondta, a Kossuth retorikát tanítják. Nálunk nem tanították nagyon sokáig, nem tudom, hogy most tanítják-e. A retorikai szakirodalom olyan az 1904-ben vesztette el azt a szoros kapcsolatát a nemzetközi tudományossággal, és akkor egy leülősebb időszak jött a tudományban is, és az alkalmazásban is. Mindannyian tudjuk, hogy a retorika ilyen módon nem szerepelt a tantárgyak között 48 után már egészen 94-ig azt hiszem, amikor visszakerült az egyetemre. Egyébként már tavaly voltak indulóink innen a főiskoláról, csak ilyen szerencsések, mint idén, csak most voltunk. Hát ilyen jó felkészítettségűek. Meg tehetségesek is, ebben van, mindig kell szikra. A szikra nélkül ez nem működik. Igen, és hát akkor adósak vagyunk még egy információval, hogy Jakus Ágnes, Tomasz Tíme a tanárnő készítette föl, és Bokor Ágit pedig pontosan a Acél Petra tanárnő készítette föl. Hogy zajlott a verseny? Maga a verseny? Milyen feladataik voltak? Miket kellett megoldani? Mint már tanárnő említette, kétnapos volt maga a verseny. Az első nap került sor a kötelező beszédek előadására. Második nap pedig egy rögtönzött beszédet kellett előadni. Melyik volt a könnyebb? Hát a felkészülő, amire felkészülhettünk, ez szerintem egyértelmű. 20 perc alatt nem lehet annyira megírni egy beszédet, mint mondjuk egy hét alatt, vagy több hét alatt. Én nem tennék különbséget, egész más a kettő. Élveztem a rögtönzést is, és más nehézségeket vetett föl. Miért fontos ez ma? Egy retorikai tudás, fölkészültség? Hát ez nagyon, főleg ma, a médiumokkal teli világban szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk a meggyőzést és a meggyőzés lehetőségeit, és esetleg még a manipuláció lehetőségeit is, és felismerjük ezeket, hogyha minket meggyőzni vagy manipulálni akarnak, és hogyha valaki ezt ismeri és felismeri, akkor egy hatalmas fegyver van a kezében, azt hiszem. Azt hiszem nagyon fontosat mondott most ki Ági ezzel. Mi a környezetükben az értéke? Mit szólnak hozzá kollégák, társak? Nagyon örülnek neki, nagyon sokan gratuláltak. És igazából az lenne a legjobb, hogyha minél többen, mint néző, beülnének az ilyen versenyekre, és mint hallgató vennének részt benne, ha nem is indulnak. Nagyon érdekes, izgalmas lehet így külső szemlélőnek is azok után, amiket elmondtak. Tanárnő, hogyan tapasztalja a szakon? Milyen a beszédkultúra, jól mondjam, ami ehhez kötődik, mennyire kapcsolódik a tárgyhoz? Nehezet kérdez, ha azt kérdezi, hogy milyen a hallgatók beszédkultúrája. Én azt látom, hogy a retorikához való hozzáállásuk a fél év alatt megváltozik. Először azt hiszik, hogy valami avítós, poros dolgot fognak kapni, és végén rájönnek, hogy a mai közéleti érvényesülés kulcsát, vagy annak az eszközeit kaphatják, vagy látják meg egy olyan technikát, amivel aztán később, ugye szakirányosodva is,
bizony sikeressé, ez egy kicsit olyan üresen hangzik, de sikeresebbé tudnak válni, különösen abban a tekintetben, amit Ági mondott, hogy föl is ismerik ezeknek a működését. Egy kicsit azt látom, hogy ha lehet ma még jobb, ma, amikor tele vagyunk valóban információval, és a kommunikáció világában, a hallgatók jobban félnek a megszólalástól, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Tehát még több a görcs, azt hinné az ember, hogy egyre lazábban vállalják, hiszen azt tudják a lányok is, az én óráimon is beszédeket kell mondani, tehát ez egy rendszeres feladat a retorika kurzuson, és egyre nagyobb a görcs, és egyre nagyobb az izgalom. Ezt leküzdeni, ez egy picit talán nehezebb, évről évre egyre nehezebb, de sikerül még egyelőre, azt hiszem. Hát akkor sok sikert ehhez a munkához, és gratulálunk Jakus Áginak, a második köszönöm helyezettnek, szépen. És Bokor Áginak, a külön díjasnak, és köszönöm legyen szépen. Minél több követőjük. És akkor most mi folytassuk a műsort a nézőkkel, szintén egy ilyen témával, akire mondhatnám szintén, hogy büszkék vagyunk, hiszen Vodár Vera, egy végzős hallgatónk, a Dunafilm műhelynél rendezett egy animációs kisfilmet. Következzék most akkor az utolsó cigaretta.